Szombaton a házi orvosok kötelező szinten tartó tanfolyamának záró napján járt híradónk, ahol professzor dr. Dézsi Csaba András kezdte meg előadását. A rendezvény szervezője elmondta, a háromnapos tanfolyam egy kötelező szinten tartás, melyre az ország számos pontjáról érkeztek érdeklődők. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Pécsi Orvostudományi Egyetem ismételten megkért minket arra, hogy a régióból, illetve az ország 19 megyéből háromnapos kötelező 50 pontos szinten tartó tanfolyamot szervezzünk házi orvosok részére. Az alapellátási szabadért, ami körülbelül egy olyan 25 éve alakult, 8-10 éve foglalkozik azzal is, hogy nem csak egy napos továbbképzést tart, hanem háromnapos kötelező szinten tartót, ami az orvosok továbbképzéséhez fontos. Az elmúlt 8 év bizonyította, hogy az ország minden részéből jönnek hozzánk. Úgy érzem, hogy mind a szakmai előadásokkal, mind a szervezéssel meg vannak elégedve. Akik tehát március első három napját itt Győrben töltötték, ők többek között a kettes típusú diabétesz kezeléséről, a kritikus állapotú betegek ellátásáról, valamint jogi ismeretekről is hallhattak előadásokat. A háromnapos továbbképzésen a háziorvoslás széles spektrumát tárgyaljuk, kezdve a kardiológia, neurológia, de nagyon fontosak az egészségügyi szervezési kérdések. Például a minisztériumból érkezett Füredi Gyula doktor a jogi kérdésekről tartott előadást, mire készülnek fel az orvosok esetleg egyes kártérítési perekbe, hogyan történik a jogi szabályozás, akár egy jogosítvány elbírálása, és tudjuk azt is, hogy nagyon-nagyon fontosak a szemészeti, laboratórium diagnosztikai vizsgálatok, erre mind-mind választ kapnak a házi orvosok. A szombati zárónap középpontjában a prevenció, a megelőzés áll, hiszen annak idején az orvosi tankönyvekben még nem tárgyalták az egészséges életmódot, zárta le gondolatát a szervező. Híradónk Dézsi professzort is megkérdezte az előadással kapcsolatban, és hogy szerinte mit nyújt egy-egy ilyen konferencia a résztvevőknek. A mai napon az iszkémiás szívbetegségnek, illetve az angina pectorisnak, tehát a mellkasi fájdalomnak és a koszorúér mesedésnek, illetve a szívkoszorúér mesedés okozta vérellátási zavarnak a következményével, illetve a szívinfarktussal foglalkozunk. Fontosak ezek az előadások, hiszen nem csak azért megkötelező, és így az ember, hogyha nem gyűjti össze a pontokat 5 éven, akkor nem praktizálhat tovább, hanem azért, mert egy kicsit arra kényszeríti az orvost, hogy a naprakész tudást összeszedje, és mondom őszintén, én sokat tanulok egy-egy ilyen konferencián, mert végighallgatom a másik előadásokat, és az ember mindig hallgat egy-két újat, és feleleveníti a régi ismereteket. A háromnapos kötelező tanfolyam tehát nagyon hasznos, a szervezők munkáját pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ország számos pontjáról, többek között Budapestről is érkeztek orvosok a győri helyszínt választva. Tulajdonképpen a választásomnak a fő oka az volt, hogy Győrben még nem jártam egyrészt, másrészt azt hallottam, hogy a győri továbbképzések általában mindig nagyon jó hangulatúak és szakmailag is rendkívül színvonalasak, és azt kell mondanom, hogy még ezt is messze felülmúlt az eddigi két napnak a tapasztalata, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövőben is nagyon szívesen fogok idejönni. Egyébként is bármiféle továbbképzés van, vagy konferencia, ugyan Budapesten dolgozom, de nagyon szívesen megyek vidékre. A házi orvosok háromnapos kötelező szinten tartó tanfolyama tehát jól sikerült. Az érdeklődők, akik Győrt választották, nem csalódtak. Az előadókon keresztül pedig minden hasznos és új információt megtudhattak, amire szükségük lehet munkájuk során.